Köszöntöm Önöket, ez a DSTV kulturális magazinja, a ProArt. Az elmúlt héten rendezték meg városunkban a Japán Napokat, amelyhez a Móricz Zsigmond általános iskolán kívül több helyi intézmény is csatlakozott. Az érdeklődők 3 napon át színes programokon vehettek részt. Azért kérdőm, mert sok közös dolog lesz ám majd a japán és a magyar kicsirálkozó. Esemény dúsnapja volt a Móricz iskola tanulóinak kedden délután. Az intézményben nyílt meg az a kiállítás, ahol japán könyveket, tárgyakat és japán ihletésű rajzokat tekinthettek meg a látogatók. Ezt követően pedig origamizással, nyelvleckékkel és mesemondással szórakoztatták a gyerekeket a vendégelőadók. A programsorozatról Német Irma adott tájékoztatást. 3 napos programsorozatra azért is vagyok büszke, mert hogy a Japán Nagykövetség akkreditáltatta ezt a rendezvénysorozatot, és hivatalos programjává nyilvánította, úgyhogy megkaptuk a logót is. A hétfői napon a jótékonysági pedagógus koncert volt, aminek egy részében japán ihletésű darabok, illetve japán zeneszerzőknek a darabjai hangzottak el. Ma kedden a Móricz iskolában 2 órakor volt egy kiállítás megnyitó, ahol dr. Vihar Judit, a Magyar-Japán Baráti Társaságnak az országos vezetője nyitotta meg a kiállításokat. Itt az iskolában az aulában, a földszinti aulában és a lépcsőfordulóban gyerekek által készített japán ihletésű rajzokat láthatnak. A könyvtárunkban japán tárgyakból van egy kiállítás, és fönt még a felső zsibongóban Horváth Árpádnak a papírhajtogatott csodáit lehet megtekinteni. Ugyanezen a napon ma az MMK-ban is lesz egy japán baba kiállítás, ahol ugyanúgy, mint itt a Móricz iskolában, a 2 órai kiállítás megnyitókon az 5. ások énekeltek. És mindehhez csatlakozott még a József Attila könyvtár is, ahol papírszínházat készítettek, és egy japán népmesét fognak előadni. Mivel a japán-magyar kapcsolatoknak a 150. évfordulóját ünnepeljük idén, ezért fontosnak tartottam azt, hogy a gyerekek mindenképpen a japán kultúrával megismerkedjenek, és hát ez ennek a szerves része, a képek, a népmesék, a zenék, és tehát hogy egyáltalán tudjanak, hogy mi létezik még a magyaron kívül. Néhány esemény már lezajlott és zajlik éppen. Milyen visszajelzések vannak esetleg a gyerekek részéről? Mennyire tetszik nekik? Úgy láttam, hogy nagyon tetszik nekik, de meg is lehet nézni, mert ugye folyamatosan még a kiállítás megjutó után zajlik a népmese. Tehát japán népmesét mond Pável István, dr. Kis Endre egy kis japán nyelvleckét, meg japán írást mutat nekik, dr. Vihar Judit pedig haiku írást, ez egy japán versforma, illetve Horváth Árpáddal pedig origamizhatnak. Az idei évben ünnepeljük a 150. évfordulóját annak, hogy Japán és Magyarország aláírta a barátsági, kereskedelmi és hajózási egyezményt. Azóta a két ország szoros kapcsolatot alakított ki egymás között, ebben nyerhettek betekintést a programsorozat látogatói. A húsvéthoz kapcsolódóan családi, kreatív délutánra invitáltak kicsiket és nagyokat a József Attila könyvtár munkatársai. A csütörtöki programon a kézműves foglalkozások mellett játékokkal is várták az érdeklődőket. Húsvéti tojásokat, nyuszikat és csibéket készíthettek a gyermekkönyvtár asztalainál a kreatív délután résztvevői. Mindezzel az ünnepre hangolódhattak a fiatalok, akik élvezték a színes programot. Hát lehet itt csinálni ilyen csibét, ilyen bábcsibét, akkor nyúlmaszkszerűt, meg mindenféle húsvéti dekorációt. Mit tudsz a húsvétről? Milyen szokások vannak ilyenkor? Hát a locsolkodás, meg hát még annyit tudok, hogy van a nagypénteken nem szokás húst tenni. Szoktál locsolkodni menni? Hogyha igen, akkor kiket szoktál? Igen, az unokatestvéremet, meg a családtagjaimat, meg a barátaimhoz szoktam elmenni. És ilyenkor, amikor locsolni mész, mit szoktál kapni tőlük a lányoktól? Hát van, amikor piros tojást, vagy ilyen csoki tojást, van, amikor ilyen locsoló pénzt, és akkor így.
húsvéti tojásokat, nyuszikat és csibéket készíthettek a gyermekkönyvtár asztalainál a kreatív délután résztvevői. Mindezzel az ünnepre hangolódhattak a fiatalok, akik élvezték a színes programot. Törökné Antal Mária gyermekkönyvtáros elmondása szerint évről évre egyre nagyobb az érdeklődés az intézmény által szervezett programokra. A tavaszi szünetben megrendezett családi délutánra több szülő is elkísért a gyermekét, sokan visszatérő vendégek. Mindig elkövetünk mindent, hogy ráhangolódjanak a gyerekek az ünnepre, és általában ilyen kreatív foglalkozásokat készítünk számukra, hogy élvezkedjenek, játszanak, és a lelküket is felöltöztessék a nagy ünnepre. Szoktunk kiállítani könyveket, de pont ezt megelőzte, hogy tegnap tartottuk a japán napokat, és ott is pont ilyen hajtogatás volt. A mai napon mit lehet itt csinálni? Azért itt látom, hogy játszanak, és lehet kézműveskedni, milyen feladatok vannak akár? Igazából most már majdnem a könyvtár átmegy abba, hogy egy közösségi játszótér, és akkor itt a várat kihasználják a gyerekek, és lehet nagyon aranyos nyuszi tojásokat, nyuszikat készíteni, nyuszi állarcokat, aranyos hímes tojásokat, ki lehet próbálni, ki milyen ügyesen vág, és rajzol, és ragaszt. Teljesen családi könyvtárrá váltunk, és most már apával, most például két apuka nagyon ügyesen ragaszgatott a gyerekekkel, mamával érkeztek, anyukával, tehát önállóan szinte alig-alig, és ennek nagyon örülünk. Évről évre mennyire népszerű a húsvéti foglalkozás itt a könyvtárban? Nagyon várják, és már előre kérdezték, hogy mikor lesz, mikor tartjuk, és ezt a hagyományt nem szeretnénk megtörni. A gyermekkönyvtár következő rendezvénye május 2-án lesz, amikor a Cimbora Klub 16. születésnapja alkalmából ösvényfestésre invitálják az érdeklődőket Várnai Gyula képzőművésszel. Ősz Tamás Zsolt, magángyűjtő, az IST Duna Fair Zrt. Egyik munkavállalójának kiállítását tekinthették meg az érdeklődők 5 hónapon át a múzeumban. A tárlat az első világháború emlékezete címet kapta. 2018. november 6-án nyitották meg az első világháború emlékezete című kiállítást az Intercisa Múzeumban. Ősz Tamás Zsolt gyermekkora óta gyűjtő, és az internet adta lehetőségeket kihasználva már szép számmal felhalmozottak nála a díszes vázák, zsebórák és egyéb használati tárgyak. A kiállított darabok többsége a lövészárkokban, illetve a hadifogoly táborokban készült. Ezek a tárgyak legtöbbje vásárlás útján került hozzám, hát az internet adta lehetőségekkel élve gyűjteményemet így gyarapítottam. Egészen korai gyerekkorom óta gyűjtő vagyok egyébként, de ez a lehetőséget ugye az internet adta lehetőségek bővítették számomra olyan mértékben, hogy bemutathatóvá vált ez a garnitúra. A kiállításon az első világháború művészeti tárgyaiból láthatunk egy kis szeletet, mindegy 70 tárgyat. Ezek a művészeti tárgyak általában a lövészárkokban, illetve később a hadifogolytáborokban készültek, jókezű iparosok kezemunkáját dicsérik. Ősz Tamás Zsolt számára fontos az értékmegőrzés, hiszen a háborús tárgyak nagy része az eredeti tulajdonos halála után elkallódik, néhányat már az ócskavas telepekről mentett meg. A magángyűjtő nagy becsben tartja a nagyszüleitől örökölt különlegességeket is. Egyrészt ennek ugye értékmegőrző jellege van, tehát azok az emberek, akik hozzám hasonló tárgyakat gyűjtenek, ezek valamiféle értékmegőrzést hajtanak végre. Ezek a tárgyak elkalódnának, mikor már az eredeti tulajdonosaik elhaltak. Sok esetben van olyan, amelyiket akár ócskavas telepről mentettünk meg. És ez az egyik része, a másik része nekem mindegyik valamiféle történetet mesél el. Ez egy mindegyik tárgynak van egy története, ezek valakinek készültek, mikor nem is tudjuk ezt a történetet, de valahogy esetleg oda képzeljük. Fantáziánk ugye megindul ilyenkor, hogy vajon ki készíthette, hol készíthette, mi lehetett azzal az emberrel, hazakerült-e, és ezek valamiféle is pluszt adnak ebbe a gyűjteménybe. Hát igazából minden érdekel, ami a történelemmel kapcsolatos régi, de helyhiány miatt ugye azért ez egy kicsit nehéz lenne mindent összegyűjteni, meg talán nem is lenne akkor egy olyan rálátás az embernek erre a tárgyakra, tehát nem tudja mindenhez érdemben hozzászólni, de azért egy pár régi népművészet, illetve használati tárgyam azért akadott, hogy igen. Szerencsére nagyszüleimtől egy pár tárgyat sikerült megörökölnöm, és ezeket is nagy becsben tartom, tehát használati tárgyakat, mint például nagyapám óráját, vagy éppen nagyanyámnak a kávédarálóját. Az ISD Duna Fair Zrt. Vasútforgalmi üzemében dolgozó gyűjtő több műszakos munka
beosztása és családja mellett a szenvedélyére is tud időt fordítani. Szüleinél lehetősége van a rossz állapotban lévő tárgyak megtisztítására, restaurálására is. 12-24-ben járok, én a vasútforgalmi üzemnél dolgozok a Dunafernél, és emiatt azért elég sok szabad időm van. Így van időm bogarászni az internetet is, ugye most a városban lakunk, illetve hát van rá lehetőségem, hogy esetlegesen olyan tárgyakat, amelyek rossz állapotban kerülnek hozzám, azokat valami módon restauráljam, megtisztítsam, erre van egy kisebb műhelyem szüleimnél, úgyhogy itt a hozzáadott érték sok esetben az, amit én teszek hozzá, tehát ugye ezekkel a munkálatokkal még kell próbálom őket szalonképesebb állapotba hozni. Ősszel egy újabb, az első és második világháborúhoz kapcsolódó tárlat nyílik Ősz Tamás Zsolt és két társának gyűjteményéből az Interciza Múzeumban. A fókuszban a még nem látott használati tárgyak mellett az iparosodás idején lezajlott hadászati, technikai fejlődés áll majd. Ha minden jó megy, akkor októberben fog megnyílni egy másik kiállítás, ami egy kicsit másabb jellegű volt, az is kapcsolódni fog az első és a második világháborúhoz. Egy kicsit technikai jellegű lesz. Tehát másik két gyűjtőtársammal fogunk összeállítani egy olyan kollekciót a fenti nagyteremben, amely azért inkább nem a művészeti tárgyakra, bár fogok olyanokat is hozni a gyűjteményemben, még a második világháborús be nem mutatott tárgyakból azért még fogok hozni, hanem azokból a technikai megoldásokból, amelyeket ugye az első második világháborúban ugye akkor alakult ki az iparosodás által az a fajta technikai háttér, ami lehetővé tette azt, hogy új eszközöket kísérletezzenek ki, és ezek néha vakvágányra futottak, néha egy kicsit ilyen lehetetlen megoldások születtek, amik az idő folyamán vagy azért, mert túl drága volt az előállításuk, túl bonyolult, vagy nem biztonságos a használatuk. Ezek ugye elsikadtak, és ezekből próbálunk egy szeretet bemutatni. A technikai fejlődést szeretnénk majd bemutatni a hadászatban, úgy nagyjából a 19. századtól a II. Világháború végéig. Ősz Tamás Zsolt már készül az októberi kiállításra, hogy a történelem iránt érdeklődők minél jobban megismerhessék a világháborúk idején használt eszközöket, tárgyakat. A következő percekben az Ormos Intézet megbízásából készült összeállítást láthatják, melynek témája a gasztroenterológia. Köszöntöm Önöket, hogyha bármilyen panasszal elmegyünk a gasztroenterológushoz, akkor nagyon gyakran bizonyos csöveket szeretne bizonyos helyeken elhelyezni a testünkben, aminek hát a legtöbben azt hiszem azt mondhatjuk, nem örülünk igazán. Stúdiónk vendége dr. Szegő Péter, az Ormos Intézet orvos igazgatója, aki egy kicsit beavat minket abba, hogy ezek a kellemetlen eljárások feltétlenül szükségesek-e, illetve kell-e, hogy ez tényleg kellemetlen legyen? Hát, ha szükséges, akkor szükséges. Ezt lehet mondani, hogy ha a gasztroenterológus kollega a tünetek, illetve panaszok alapján azt mondja, hogy az illetőt akár bármelyik oldalról meg szeretné tükrözni, mert van olyan tisztázandó kérdés, amire tükrözés nélkül nem fog tudni válaszolni. Én kedvesem, hogy meg szeretné tükrözni, ez egy belső vágya a gasztroenterológusnak, ez most abszolút, úgy tűnhet fel a mondatot. Teljesen igen. Tehát, hogy a szükséges. Ha szükséges, akkor szükséges. Akkor én azt szoktam mondani, hogy én inkább az információ hiánytól félnék jobban ezekben az esetekben, mint az elmaradó vizsgálattól. Tehát, hát ön inkább ettől félne, de azért valljuk be, hogy jó. Magától a vizsgálattól is sokan tartunk. Sokan tartunk tőle, mert rettenetes rossz sajtója van. Tehát itt azért lehet érzékelni egy bizonyos tömeghisztériát ezekkel a vizsgálatokkal szemben. Ez korábban kórházi orvosként egy kórterembe belépve nagyon szépen követhető volt, hogyha mondjuk a 4-5 betegből, aki abban a kórterembe helyet foglalt, az elsőnek jól sikerült a tükrözése, akkor könnyebb volt rávenni a többieket is. Hogyha az első szerencsétlen beteget nagyon megkínozták, akkor esély nem volt arra, hogy a többiek ebbe belemenjenek. Tehát azért ezt a betegek egymás között kibeszélik, áttárgyalják, és a tapasztalataikat szintén átadják, csak hát valóban van olyan, amikor könnyebb egy vizsgálat, van olyan, amikor nehezebb egy vizsgálat, de nem lenne jó, nem jó általán ebből a dologból. Mik terülhetnek ki egy-egy ilyen tükrözéses vizsgálat során? Miért fontos ez? És van-e bármilyen olyan megoldás, amivel ez kiváltható? Hát, hogyha a felső, illetve az alsó traktusról beszélünk, tehát a gyomorról, illetve a vastagbélről, akkor ezek nem kiválthatóak. Ugye nagyon sokszor van kérdés, hogy kapszulával ezeket a részeket meg tudjuk-e nézni, mert akkor nem kell nyelni, meg nem kell vezetni, meg sem. Az a rossz hír van, hogy ezek kapszulával nem vizsgálható területek. Nem lehet lenyelni egy kis kamerát, ami így végigmutatja? Azt éppen le lehet, csak hát hogyha az ember elképzel mondjuk egy hatalmas zsákot, amiben beleejt egy tabletta mondjuk az antibiotikumot, vagy bármit, akkor az úgy keresztül esik rajta, és nem igazán tudtunk körbenézni. Tehát ez össze-vissza forog, ez össze-vissza, és lesznek olyan területek viszonylag nagy számban, amiket nem látunk. Plusz a gyomor ilyenkor általában, mint egy zsák, össze is fekszik, tehát ott igazándiból nem
nem informatív a dolog, ugyanez a helyzet a vastagbélre, és ezeket a kapszulákat a vékonybélnek a vizsgálatára találták ki, mert ahogy a nevükben benne van, ezek vékonyak, és a kapszula nem tud össze-vissza mozogni bennük, hanem csak egy vagy csak a másik irányba tud nézni, és ez alapján látunk mindent. Tehát sajnos ezek nem kiválthatóak, kellemesebbé lehet tenni őket olyan gyógyszerek beadásával, amik mellett a beteg úgy nem igazán foglalkozik azzal, hogy ez kellemetlen, illetve el lehet altatni a beteget hozzá, de hogyha ha a gasztroenterológus részéről a tünetek, illetve panaszok alapján az igény megfogan arra, hogy meg kell tükrözni a beteget, akkor meg kell tükrözni a beteget, az választható, hogy milyen körülmények között. Tehát, hogyha ez az igény megfogalmazódik a gasztroenterológusban, akkor ne álljunk ellen. Én azt mondanám, hogy nem, ez az igény az általában komoly. Tehát valami olyan kérdés van, eldöntendő kérdés, amit másképp nem fogunk tudni megválaszolni. És hát mondjuk, hogyha a gyomrot nézzük, például a gyomor az egy zsák, abban viszonylag sok minden el tud férni. Tehát egy gyomortumort, hogyha az ember elképzel a gyomorban, azért nagyon sokáig azért nem okoz tünetet se panaszt, mert el van, mert nagy tér van neki, ott szépen tud növekedni, maximum az illetőnek megváltoznak a diétás szokásai, egy pici fájdalma lesz, egy kicsit vérszegényebb lesz, esetleg hányingere is lesz, na de ez retteltes sok betegségre igaz, ez a tünetsor. Tehát azt elkülöníteni, hogy ennek a hátterében mondjuk egy rossz indulatú betegség, vagy csak egy nyálkahártya gyulladás van, vagy egy abszolút commens reflux van mondjuk, azt tényleg csak tükrözéssel lehet. És hasonlóan igaz a vastagbélre is, hogyha ha valaki azt észleli, hogy mondjuk véres a széklete, vagy úgy néz ki a széklete, hogy 3-4 napig semmi, majd utána hasmenése van esetleg, a laborjában vérszegénységet tapasztalni, hogy isten hasi fájdalma lesz, hát akkor azt meg kéne vizsgálni, hogy miért van, és nem érdemes ilyenkor struc politikát folytatni. És nem is kell akkor rettegni ettől. Tehát megoldhatóak ezek a vizsgálatok úgy, hogy ez ne legyen annyira nagyon kellemetlen. Én nekem konkrétan volt vastagbéltükrözésem. Doktor úrnak itt volt vastagbéltükrözése. Itt ülök viszonylag nyugodtan. Tehát azt kell mondjam, hogy túléltem. Már egy túlélővel találkoztunk, aki túlélte. Így van, és hát őszintén szóval nyilván nekem azért ismerős végezte ezt a vizsgálatot. Na, ez így azért extrám kellemetlen, hogyha ismerős végzi ezt a vizsgálatot. Más, mi konkrétan végignevettük az egészet. Nyilván van olyan, aki nem. Ezt azért nem hiszem. De egyébként igen. Végig nevette a vastagbéltükrözést a doktor úr. Igen. Van egy pár szakasz, ami nem annyira vicces, de alapvetően a Szent Csatornát végignézni a tévében az nagyon jó. Tehát látta a tévében, tehát ez egy külön szakmai érdeklődéssel egybekötött, egy mozizás volt, egy mozis délután meg az hát ismerőssel. Alapvetően volt egy olyan tünetem, ami volt annyira nyugtalanító, hogy azt mondtam, hogy nem érdekel, hogy milyen problémába ütközünk, meg milyen érzés lesz, ezt akkor is végig kell nézni, mert engem sokkal jobban érdekelt ennek a dolognak a háttere, mint az, hogy jaj, úristen, fájni fog. Jó, kiderült, hogy nincsen semmi probléma szerint. Ebben most nem mennék bele, de nem lett nagy lángja füstnek, hála jó Isten. Akkor túlélhető, és mindenképpen egy szükséges vizsgálatról van, beszélünk. Igen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. ProArt című magazinunkat látták. A DSTV munkatársai nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Műsorainkat visszanézhetik a dstv.hu honlapon, illetve YouTube csatornánkon. Kövessenek bennünket Facebookon és Instagramon is. Egy hét múlva újabb adással várjuk Önöket. Viszontlátásra! Iratkozz fel YouTube csatornánkra, hogy ne maradj le a legfrissebb anyagainkról!